2011-ben néhány szociálisan érzékeny diáknak köszönhetően indult el az a karitatív kezdeményezés, amit azóta minden évben a Szegénység elleni világnap környékén hívnak életre. A kezdetekkor elhatározott alapcélok az évek során semmit sem változtak. Azt gondolom, hogy két nagyon fontos pillére van ennek. Egyrészt az, hogy segítünk, másrészt, hogy közvetítsünk értéket a diákok felé, hogy lássák azt, hogy nem csak a szappanoperák csillogó-villogó világa az, ami van, hanem van egy másik oldal is. Rizzo Dominik az előző évekhez hasonlóan idén is aktívan részt vesz az adományok fogadásában. Mindezt azért teszi, mert fontosnak tartja, hogy diáktársaival együtt felhívják a helyiek figyelmét arra, hogy térségükben is rengeteg hátrányos helyzetű ember él. Igazából szoktunk adakozni, a családdal inkább összegyűjtjük, és így alkalmanként pedig átadjuk. Nem nehezen válok meg a ruhadarabjaimtól, mert tudom, hogy jó helyre fognak kerülni itt a tél előtt, meg pláne ez fontos, a meleg kabát, meleg holmik. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat makói csoportja a ruhagyűjtés lebonyolításában már kezdetek óta együttműködik a Kerizs diákokkal. A felhalmozott ruhák elszállításáról idén is ők fognak gondoskodni. Elég nagy rászorultsági körünk van. Minden héten, hétfőnként osztjuk a ruhákat a rászorultak javára. Most hétfőn az ünnep miatt nem, de egyébként hétfőnként 15:30 és 16 óra között a Liget utcai Máltai házban, valamint Makón és a környező településekre is juttatunk el igény szerint adományokat. A megunt használt, de még jó állapotú ruhákat az iskola régi bejáratánál, a Hagymaház melletti nagykapunál holnap délután 13 és 17 óra között bárki leadhatja, hozzájárulva ezzel a szegénység enyhítéséhez.